Na csácsó, mi csört ezt a csoki! Szevasztok gyerekek, benzinfejűek, farming arcúak, mi újságban felkészültetek egy kis farming szimulátor 25 fikára? E, jó, nem fika, hanem vélemény videó, és itt a hangsúly, a véleményem van, oké? Okay? Gyerekek, ez az én véleményem, ez nem szentírás, hanem ez, amit én gondolok, és igazából formálhatok véleményt ezzel a témával kapcsolatban. Ezt azért mondom el, mert elég megosztó lett az előző videóm alatt a komment szekció, és néhányan azt mondták, hogy hogy merem egyszerűen ócsárolni a játékot. Ugye, igazából nem is nagyon értettem, mert hogyha pozitív kritikát mondasz, az kritika, hogyha negatív kritikát mondasz, akkor az már ócsárlás. Ennek ellenére kaptam ilyen jellegű kommenteket, hogy javarészt egyébként tök jót mondtam a játékról, e, és ebben a videóban nem lesz az, nem fogok jót mondani erről a dologról bármennyire is e, szeretnék, mert igazából én szeretnék, én örülnék annak, hogy e, ez egy jó játék legyen e, Canon gameplay volt egy ilyen eszmecserem, egy ilyen beszélgetésem hát csak komment szekcióban a videója alatt hogy úgyis meg fogjuk venni ezt a játékot mert igazából nincs más ez, ez lett igazából a, a konklúziója ennek a beszélgetésnek. És hát sajnos ez nem nem valami jó irány, srácok, hogy így kell, hogy gondolkozzunk. De viszont ez a, ez a valóság, hogy úgyis meg fogjuk ezt a játékot venni, mert nincs más. De ugye gondoljatok bele egy olyan csodálatos világba, ahol egy darab FPS játék lenne, és konkrétan szinte nem is lenne más alternatíva, és úgyis úgy gondolkoznál, hogy hát úgyis meg fogom venni ezt az FPS játékot, mert nincs más. És akkor annak az, az FPS játéknak valószínűleg elég jó eladások, ö, eladási számai lesznek, és ez viszont nem egy nagyon releváns adat, hogyha emiatt van jó eladási számai, vannak jó eladási számai egy játéknak, srácok, mivel ő az úgymond egyeduralkodó a piacon. Értitek, hogy mire gondolok? Mert körülbelül olyan, mintha ez az egy ilyen jellegű játék lenne. Na, de nem is erről akartunk beszélni, hanem csapjunk bele a lecsóba. Kijött egy ilyen, hát egy ilyen devvel, vagy pedig valami marketingessel egy beszélgetés, amiben megkérdezik, fölkérdezik, hogy hogy van akkor ez a ö, kerék és talaj kölcsönhatás, ez a grand deformation, ez a ö, talaj deformálódás, hogy fog működni. Hát megmondom őszintén, nagyon nem, szúrtak ki a szem, nem szúrták ki a szemünket. Kaptuk egy darab screenshotot az egészről, amint itt ezt láthatjátok. És beszélgetnek vele hosszasan. Nézzétek meg szerintem, hogyha annyira nem is vagytok angolba jók már, mint a beszédbe, akkor fel tudjátok csapni a feliratot, de ezt gondolom, hogy mindenki tudja. Érdekes a beszélgetés. Kicsit így néhány dolog alul így, mint hogyha úgy érezném, hogy kibújna, és a kellemetlen kérdésekre nagyon gyorsan megválaszolja azért korrekten a, a dolgot. Hát, igazából ami lejön a beszélgetésből, az annyi, hogy ez körülbelül, ez a grand deformation, ez hasonló lesz, mint a, mint a keréknyomok, ahogy így gondoltam. Hogy rak a talajra, keréknyomot, de ez, elmondja a videóban a srác, megkérdezik tőle, hogy lesz-e bármilyen fizikai hatása a traktorokra, nem lesz. Ez kizárólag vizuális dolog. Ez körülbelül ugyanaz, mint a keréknyomok, ugye, amik most léteznek Farming Simulator 22-be, de ezzel nem fog semmi történni, ebbe nem tudsz beleragadni, ez semmilyen hatással nem lesz a traktorodra. Konkrétan megkérdezik tőle, hogy euh, tudja elasítani a traktort, euh, el tud-e akadni benne a traktor, és így mondja ugye a dev, vagy pedig ez a marketinges srác, hogy nem, ennek, így kimondja, hogy ennek nincsen semmilyen hatása, csak vizuális hatása van. Úgyhogy én pontosan erre gondoltam, az előző videómban pont erről beszéltem, hogy én attól félek, hogy konkrétan a nyomokat fogják lecserélni egy másik vizuális dologra, ami nem egy sima keréknyom lesz, hanem egy nyombájú lesz. Elvileg ugye figyelni fogja ez az időjárást, tehát hogy ha esik az eső, akkor fog ez megjelenni, hogyha ha elszárad a Föld, vagy megszárad a Föld, akkor el is fog tűnni, az a durva, hogy el is fog tűnni, ö, azt is ugye mondja ez a... ez a ember. Ö, erről beszéltem én az előző, előző videómban, hogy én ettől félek, hogy ez csak ennyi lesz, és igazából ez ennyi. Jó, oké, előre lépés. lehet mondani azt, hogy előrelépés, de gyerekek, 10 évvel ezelőtt ö, egy gigás játékban, mint a Spin Tires, és a, nem is csak ezt mondhatom, hogy a Spin Tires teljes játékban, hanem a Spin Tires-os verzióba, amit tényleg talán egy ilyen 500 mega abba tudtak normális talajdeformációt csinálni és éreztem, hogy ez az engine ez képtelen arra hogy normális uh, talajdeformációt csináljanak ami bármilyen fizikai hatással fog lenni bármire gépre, vagy pedig uh, vagy pedig érdembe meg fogja, uh, fogja módosítani a játékmenetet igen, és akkor ezt kapjuk kapunk egy olyan uh, keréknyomot, amelyik idézőjelesen bemélyed a talajba Hát igen, itt, annyira, annyira pontosan ezt, ezt éreztem, hogy ezt fogjuk kapni, mert hogy ez az engine az normális talajdeformációra deformációra nem fog, nem fog képes lenni, hanem csak ennyi, hogy elmész ott azon a területen, ugye itt például egy film mutatják be, ráadásul itt sokkal markánsabb, mert ezeket a pupokat itt így talán valamennyire lenyomta, de szerintem ez a maximum, amit ezen a képen láttunk, amit így fogunk kapni. Úgyhogy erről gondoltam, csinálok egy videót. Ez egy ilyen, legszívesebben egy ilyen, én megmondtam, videó lenne, mert tényleg kaptam nagyon. hát nem támadásokat, hanem kritikákat az előző videókkal kapcsolatban, hogy hogy mondhatok például a tolajdeformációról valamit, ami, ami még egyáltalán nem is publikus. Hát de. Érezhető, hogy ez az Engine nem arra képes például, mint egy uh, spin Tions, vagy Snow Runner Engine, és tudom, nem kell összehasonlítani a két játékot. Mindig ezt mondják, nem kell összehasonlítani a két játékot. De hát ezek a játékok már 10 évvel ezelőtt tudták ezt, akkor 2024-ben miért nem tudunk uh, szintet lépni, és ne az legyen mindig, ne az mögé uh, bújjunk, hogy hát azért, mert ez az más típusú játék. Gyerekek, uh, ötször ekkora mapokon játszódik egy SnowRunner uh, játék, és tök jól működik, és nem lesz akkora gépigénye, és sokkal jobb grafikája van, és nem lesz akkora, nincs akkora gépigénye, mint ennek például ennek a Farming Simulator 25-nek van. És én nem tudok ezzel megelégedni, és nem, gyerekek, nagyon nem jó irány az szerintem, hogyha megelégeztek dolgokkal, amit így elétek tolnak, főleg úgy, hogy ugye ezek, ennek a cégnek nincsen konkurenciája. É, é, gyakorlatilag bármit megcsinál, hogy Karan Gameplay-en konzultáltam ez ügyben, hogy úgyis meg fogjuk venni, mindenki így áll hozzá ez a kérdéshez sajnos, de hát tényleg nem tudunk mit csinálni, mert úgyis meg fogjuk venni, mivel nincsen más. És ez tényleg egy rettehetesen rossz irány, ez egy nagyon nem jó jövőkép, hogy például ez olyan, mintha egy darab üdítő ital lenne, szó szerint egy darab üdítő ital lenne a piacon, és akkor úgyis azt fogod venni, tök mindegy, hogy szar vagy jó, tök mindegy, hogy az... az egészségkárosító, vagy nem, persze nyilván egy játék nem, csak akarok egy párhuzamot vonni, mondjuk az megek között, hogy ha valamiből egy dolog van, és azt kapod, és kénytelen vagy mege megvenni, annak nem kell tapsolni, hanem nem kell örülni, hanem azzal legalább úgy kell... Uh kritériumokat támasztani, igenis baszogatni kell a készítőket, igenis, is nyomást kell rájuk gyakorolni, hogy nekünk ez nem elég, szeretnénk többet, annak ellenére, hogy megveszük, mert igen, meg fogjuk venni, annak ellenére is kritikusan kell hozzáállni, mert különben más, hogy nem fogsz elérni változást. Hogyha az összes youtuber azt fogja mondani rá, hogy jaj úristen, mennyire szuper jó, amikor 15 évvel ezelőtt uh, Spin Spintire's Tech demo sokkal jobb volt, annak ellenére azt mondják rá a youtuberek, hogy jaj, az a csodálatos, nagyon jó farming szimulátor, úristen, most már látszanak keréknyomok, wow! Hát így nem fog változást elérni, de tényleg a community tud nyomást gyakorolni erre a készítőcsapatra, senki más. Mivel konkurenciája nincsen érdemleges, úgyhogy ezt... gyerekek, ez az, hogy én ö... kritikával illetem, az szerintem az a tök jó irány. Azt kellene mindenkinek csinálni, hogy igenis szapulni őket, hogy e, legyen változás. És egyébként a komment szekciókban Redditen e, csomó helyen a community nincs megelégedve a munkájukkal. És ez tök jó. Tök jó, gyerekek. Én értem egyébként a videósokat is, hogy csomó partnerkapcsolat van. Főleg Németországban, hogy ott azért nagyon e, meg vannak, vannak kemve a videósok. Ugye a Giants által, ott, ott, biztos nagy felszopás van, de álljunk hozzá szerintem kritikusan mindenhez a, ezzel a játékkal kapcsolatban, mert tényleg csak úgy tudunk elérni bármi változást, hogyha a community teljes válszélességbe nyomást gyakorol a Giants szoftverre. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi!